és déltelek, kurva nyárat. És gyújjelátkozzak, még faszom, beleverem a gyongotba. Még gyertyát is égetek, ott a képet letöltöttem, mert nincs. Gyertyát gyújtottam, érted? Azért, hogy halljál meg az egész családodban, jóisten kérem. Zártuk, ne szálljon vissza. Járj, de rákegyek ki a fejedtől mindenedet. Mert egy faszopó utolsó büdös csicska geci vagy. Egy büdös buzi faszopó, álloncsuka faszopód. Járj, még mi vagyunk a kutyák, mint minden. Börtönbe kívánsz. Járj, hát anyád helyébe lettem volna. Ű, drága jóisten, az első fáradt azt a lapfér. Fú, a rákegye ki a gyongodból a bérést, minden genyót, hogy a rákegye meg a gyongod száját. Az egész családoddal együtt halljatok ki hónap reggelre a kamionös sünelbeneteket. Csak a jóisten kérem. Várj. Hát érdekelek. A jóisten kell arra verje, hogy a csutkai bárja verje meg az agyatokat, hogy folyjon ki az agyatok. Ti, hogy meredjetek meg úgy, mint ezek a szerzetesek, holnap reggelre, hogy folyamodjatok fel, mint ez a másnapos döglött falat. Hogy a farhátból nem laktok ki, hogy meredjetek meg, azt még mi vagyunk a csicskák, ti, verejt kutyák, hogy verjem a szátokba. Hát agyátok is olyan dagat, mint a nem tudom, mi jó ember. Ez a Ricsi gyerek olyan buzi gyerekig, hogy halljuk meg! Megláttam a Facebookon, a rossz betegség elkapott. Ha most ő miatt elégettem itt ezt a gyertyát, hogy így hamuzak a testübe, meg így potyogjon rulla a bűrni. Ahogy ebből a gyertyából. Itt van egy szent kép, szkandalozik Jézus ördöggel. Na mindegy, ezt hagyjuk. Na, az a lényeg, hogy buzi a gyerek, Szél Rihárd, az egy buzi, az külön karanténba kény tenni, be kény ótani, veszettséges, meleg hajlam miatt. Van ez egy buzi geci, a rákot férje meg őket, ahol vannak, hogy a prikesdia érje őket, a rák a szemüket, hogy a szem essen a bablevesbe, hogy a rák ott tegye meg a szemét, ahol van, hogy a tüdőjére sok köbbet ne kapjon, ne megjön csak ezt a fekete rákot. Hogy a rák lepi be a testüket. Ennyi volt.